Képzeld el, hogy belépsz egy galériába, ahol a falakon lenyűgöző műalkotások sorakoznak, csodálatos részletességgel, tökéletes kompozícióval, de valami hiányzik belőlük, ami az emberi kéz nyoma. Üdvözlünk a jövő művészetében, ahol a mesterséges intelligencia már nem csak eszköz, hanem maga az alkotó. A mesterséges intelligencia, amely valaha csak az emberi kreativitás támogatására szolgált, mára önállóan képes művészi alkotások létrehozására. Ezek az alkotások gyakran lenyűgözőek, de ugyanakkor kihívások elé is állítanak minket filozófiai, jogi és etikai szempontból egyaránt. Az első AI művészeti projektek a 20. század közepén indultak, amikor a számítógépek és algoritmusok még csak a korai fejlesztési fázisban voltak. Ezek a korai próbálkozások még messze voltak a mai AI művészet komplexitásától, de megnyitották az utat az ember és gép közötti kreatív együttműködés előtt. Aaron, az egyik első AI művész, Harold Cohen brit művészalkotása, képes volt absztrakt festményeket készíteni. Cohen megalkotta a szabályokat, amelyek alapján Aaron működött, de a végleges műveket már a gép hozta létre. Ez volt az első lépés egy új művészeti korszak felé. Ma már a mesterséges intelligencia sokkal fejlettebb. Gépi tanulási algoritmusokkal és neurális hálózatokkal működő rendszerek képesek arra, hogy festményeket, zenét, irodalmi műveket és még filmeket is létrehozzanak. Az olyan platformok, mint a DALL-E, GPT és más generatív AI modellek, elképesztő sebességgel és pontossággal hoznak létre műalkotásokat. De vajon ezek a művek valódi művészetnek tekinthetők? A kérdés bonyolult. A hagyományos művészet az emberi tapasztalatokat, érzelmeket és kreativitást tükrözi. A mesterséges intelligencia által alkotott művek viszont csak azokat az adatokat tükrözik, amelyeket betápláltak a rendszerbe. Mégis, ezek az alkotások gyakran olyan szépséget és kreativitást mutatnak, hogy nehéz őket kritizálni. Sokan úgy vélik, hogy ezek az AI által létrehozott művek érinthetetlenek. De mit jelent ez? Egyrészt a technikai tökéletességük miatt nehéz őket ugyanúgy kritizálni, mint az emberi alkotásokat. A mesterséges intelligencia nem követel hibákat, nem érez fáradtságot, és nem küzd kreatív válságokkal. Ezzel szemben az emberi művészet gyakran pont ezekből az érzésekből és tapasztalatokból merít inspirációt. Az emberi művészetben gyakran az apró hibák és egyéni stílusjegyek teszik egyedivé és értékessé az alkotásokat. Az AI műveiben ezek a jellemzők hiányozhatnak, vagy legalábbis más formában jelennek meg. Ez felveti a kérdést, hogy vajon ezek az alkotások valóban művészi értékkel bírnak-e, vagy inkább csak technikai bravúrok. Ha idáig tetszik a videó, kérlek jelezd egy lájkkal és esetleg egy feliratkozással. Az AI művészetének másik nagy kihívása a szerzői jogok kérdése. Ha egy gép hoz létre egy műalkotást, kié a szerzői jog? Az alkotó, aki betáplálta az adatokat és beállította az algoritmusokat, vagy esetleg a gép maga? Ezek a kérdések ma még nagyrészt megválaszolatlanok, és komoly jogi viták tárgyát képezik. A mesterséges intelligencia által létrehozott művek jogi helyzete bonyolult. Egyes jogi szakértők szerint ezek a művek nem lehetnek szerzői jogi védelem alatt, mert nem emberi kéz alkotta őket. Mások viszont úgy vélik, hogy az alkotónak, vagyis annak, aki az AI-t irányítja, joga van a védelemre. Ez egy olyan terület, amely az elkövetkező években komoly vitákat fog kiváltani. A mesterséges intelligencia által létrehozott művészet egy új korszakot nyit meg az emberi kreativitás történetében. De vajon ez a művészet valóban a jövő, vagy csak egy technológiai bravúr? Lehet-e egy gép valódi művész, vagy ezek az alkotások mindig is a háttérben maradnak, mert hiányzik belőlük az emberi érzelem? Vajon a jövő művészetét a gépek uralják majd, és ha igen, milyen helyet foglal el az emberi kreativitás ebben az új világban? Te hogyan látod a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatát? Oszd meg véleményed egy kommentben!